sziasztok! Ma folytatom a média 2 Total War spanyol hadjáratomat, és itt maradtam ugye már, hogy ha minden igaz, akkor ha elveszem Nikáját, akkor a bizáncoknak annyi. Plusz ugye bár elvesztettem Antiókiát, de szerintem le tudjuk verni a timuridákat. A mongol birodalom pedig megsemmisült, csak nagy veszteséggel járt a csata, így visszább kell vonuljak, na de mindegy. Pesten átképeztem a seregemet. Akkor szépen vegyük, és irány erre. Remek. Irány Amerika. Legelőször azt hiszem, hogy itt kötök ki valahol Kanada felől. Ha minden igaz. Legelőször, és csak utána megyünk az asztékok ellen. Konstantinápolyban folyik az átképzés, akkor körváltás. Ikóniumban megint lázadás volt, de helyre is állt özrend. Megint kinyírták egymást a muzulmánok, meg a keresztények. Korintoszban pedig rengeteg izé van, pápai állami harcos. Jöjjöjj! Oké. Harc elé nézünk. Éjszakai harc. Jaj. Rakatnyi elefánt. Lépjünk vissza. Persze, hogy éjszakai harc. Oké, talán kapunk valami jó terepet. Éjszakai harc, de elitsegem van. Ha kapunk egy jó telepet, akkor nagyon nagy veszteséget tudunk okozni majd az ellenségnek. Hát... nem. De, jaj, nagyon jó terep, wow! Remek. Nagyon-nagyon jó telepet kaptunk. Egy gyalogos lemaradt. Rengeteg lovagom van, ami, hogy őszinte legyek, nem jó. Timuridák ellen értelmetlen ezeket a izéket hozni, lovagokat. Inkább a terció pikások kellenének. Az jó lenne. Terció pikás timuridák ellen. Na mindegy, nem baj. Türkök. Várjunk ebbe a... nem ebbe a seregbe vannak az elefántok, ugye? Nem. Akkor jó. Jó, francba. Jó, pajzos számszerű jászok lőnek is, nagyon helyes. A gyalogsággal pedig... ide. Ja, már jönnek is fel. Jó, mert ugyebár a lovagoknak van pajzsuk, plusz jó páncéluk, szóval bírják a lövéseket.
Aztán meglátjuk, mit érnek. Jó terepet kaptunk, hogy őszinte legyek. Sőt. Támadás! Milyen a magaslat? Csak ugyebár izék ellen küzdünk, elit harcosok ellen, veteránok ellen. Három ezüst gerendások. Oké, jó lenne, ha leszednétek a hadvezérét, köszönöm. Gyerünk, lovagok! Lássam, mit tudtok. Lovag. Hú, basszus. Lőnek az ágyúk? Azt hiszem, igen. És oldalba kaptak minket a mongol nehéz kopjások. Remek. Ahogy elnézem, levágják a nehéz kopjásokat. Ja. A lovagok pedig tartják a pozíciót. Hé, hol mentek vissza? Ugyebár ezüstgerendások, így rohadt kitartóak a katonáik. Szedjétek le a hadvezérét! Két számszeri jászegységgel meg is halt. Remek! Ja, ezek után már elfutnak, ugyebár hogyha a nagy hadvezér meghalt, utána már annyi. Már nem annyira bátrak utána. Jaj, de szar ez a terep, alig lehet helyezni az egységeket. Jaj, mennyi íjász. Jeez. Rámegyünk az ágyúkra. The enemy are badly bloodied. Ahogy elnézem, itt is próbálkoznak, de hát esélyük sincs. A lovagok mi az eget csinálnak? Hullanak, mint a legyek. Jó, ne szívass már, hogy elfutnak a lovagok. Megtörték őket az ágyús csávók. Nem a legjobb rálátással lőnek a számszerű jelszok, az a baj.
Plusz, hogy elnézem, hülyék is. Rendesen. Jaj, pont itt. Uha. Itt hogy a rákból jöttök ti fel? Az igen. Jó, azt úgyse kapjátok el, mindegy. Hülyék vagytok hozzá. Hát csak lassúak. Na de, mi az anyámért nem futtok? Azt mutatja, hogy futnak, de mégse. Hú, de csúnyán lenyilazzuk őket. Megtörtek a nehéz kopjások. Na jó, gyalogság. Gyalogság ide, és várjuk az ellenséget. Nem minném, hogy le tudjuk nyomni mind a két sereget, de van esélyünk rá, ugyebár a magaslati előny miatt. Az első sereget szétzúztuk. Jó, erről dumálok. Már jönnek is. Jönnek. Szerintem lenyomja a gyalogság őket. Bár a hadvezérem meghal, aki ő van, a legelő van, akkor nem. Akkor biztos veszítünk. Bár még egy testőr se halt meg, basszus. Pedig jó pár ellenséget megöltek már. De a minden igaz, még egy testőrt se vesztettem. Ami durva. De gyertek már, hülye gyalogosok, mi az anyámat csináltok ott? Á, de hülyék. Toljátok ide a seggetek. Hadd vezérem ide, de gyorsan.
De nézd már, de hülyék, menjetek már oda a francba! Segítsetek a lovagoknak! Tartsd a lelked bennük, hadvezérem! Jó, hadvezér az elég jó helyen van. Á, számszerű jászok azok elfutnak. Az nem meglepő. Ezt a hadvezérét is megölnénk, akkor az nagyon jó lenne. A francba. Össze-vissza irányítom itt a dolgokat. Ajaj. Kéne erősítés ide. Jó, ezeket itt levágják, ez alap. Csak számszerű íjászok voltak. Ezek a lovagok meg remélem leverik őket. Engedjétek el a hadvezérét! Támadjátok az alabártosokat. Ne már, mi a... Nem futhattok el, basszus, 50-en vagytok, rohadjatok meg. Ne már, hogy csak úgy elmenekültök. Ezt a helyet kell tartani. Nem értem, mi a nehéz benne. A hadvezérét támadjátok. Ki ott vissza? Mocskok. Na végre! Szép! Gyerünk, gyerünk, hadvezérem! Ha nem már, srácok! Mi a rákot csináltok? Most öltük meg a hadvezérét, erre elfuttok a harcból. Visszaharcolni! Jújj! Tényleg sokan vannak még. Ti itt nyertetek? Hogy ne? Harcra! Harcra spanyol honért! Nem tudjuk megtörni őket. Jött, vissza. Nem baj, mert még él a hadvezér, addig nincs gond. Mindjárt nem fog. Gyere már onnan! I pray the course of this battle changes, because defeat seems almost certain. Gyerünk vissza a helyetekre. Kitartás, emberek! Az ökölpajzsosok azok bátran nyomják. Azokat megtörnek, szép! Erő nehéz gyalogság, ne adjátok fel! Csak bátran! Jó,
Jó, mert milyen kamagaslat és az ő advezére halott. Csak bátran spanyol kutyák. Mondom, bátran! Milyen lovagok ezek? Gyáva fajták. Ezek a gyáva fajtább lovagok. Megtörnek ezek? Nem? De megtört. Szép. Félek, mindjárt egy nyilvessző megöli a hadvezéremet. Az ökölpajzsosok elfutnak. Mi van? Még rengetegen vannak akkor. De annyi az egész, hogy ingadozóak a harcosaik. Azaz, megtört, szép. Azaz. Számszerélyászokkal ide. Csak bátran. Azon csodálkozom, hogy a hadvezérem még nem halt meg. De... Az ökölpajzsosok nem akarnak visszajönni. 23 gyáva kutya, itt még 22 gyáva kutya. Hey, kutyák. Kicsit próbáljuk megkerülni őket. Hiába nyomulok úgy szemből nekik, mert nem jó. Inkább egy-két csapattól, hogyha oldalba kapom őket, akkor már is jobb. Annyi az egész, hogy ezek a moskok nyilaznak. És ugyebár a tüzes nyilvesszővel megtörik a katonáinkat. És hát lehúzza a moráját. De mi az anyám? Erre gyertek! Mit csináltok? Oké, páran elfutnak. Naftadobók. Lelőni őket. Naftadobók azok rohadt veszélyesek. Oké, győzelemre állunk. Jó, már csak a hadvezér van egyedül. Nyertünk! Wow! Ez igen. Rohadt jól harcoltak a katonák. És nem mindegyik, de jó volt. Hú, jó terepet kaptunk, a lényeg, hogy nagyon-nagyon jó terepet kaptunk. Két mongolság meg is semmisült. Wow. Szétzúzzuk a mongol kutyákat. Jegyes, olala Cortez. Olala.
bazin egy izét kaptam, építési jelentést. Az örök pajzsosok elég jók voltak a harcban. Ám bár elfutottak, de egész jól nyomták. Na végre Konstantinápolyt is megjavítottuk, és újjáépítettük a várost. Jó. Ruszkik. Ruszki föld. Rengeteg a lázadó. Ez milyen lovag? Német lovag. Német lovagot tudok felvenni Oroszország területén. Hát az komoly. Isotályos lovag. Az durva. Én átépítem ezt. Stettint is. Ezt is. Ezt is. Ja. Nem tudom miért szoktam átépíteni a várakat városra, de miért ne? Tirnovót is átépítjük. Raguzát is. Kilenc körig bírja még Nikája. Az jó sok. Na jó, be kell menni izébe, Aleppóba. Remek! Jó, ti át ide. Még bírja négy körig. Igen, Villióból pedig menni kéne tovább.
Jászvásárból szintén. Plusz irány akkor Amerika felé. Ó, a francba! Nyílt terepen kellett volna, így nem lett hal ezért belőle. A fenébe. És hát hadvezér nélkül nem akarom küldeni a sereget, mert lehet, hogy dezertálnának. Tudok nagy karakot, és nincs pénzem! Wow! Az hogy? Szinte gondoltam. Timur a vallásos. Éj, az a rakatnyi elefánt. Megküzdünk velük, de... vereség lesz. Ja, semmi jó terep. Ezek nyílt terepen pedig szétlőnek minket a francba. Ám bár... tele vannak izével, előcsatározókkal. Ami jó, mert az nekem is van. Szóval meglátjuk, mi lesz. De nem sok esélyünk van. Gyalogságot tegyük kicsit hátrébb, hogy ne lőjék őket is, annyi az íjászok ne kapják el őket. Lövik a számszer íjászainkat. Rakatnyi elefánt. Hát bár jó, mert ugye már elefántos tüzérek, de nincsen ember, aki lőjön. Nem mindegyike van. Elég az a pár, hogy elnézem. Ups. Jönnek a mongol nehéz kopjások. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Azaz, ezek el is futnak, jó? Jó, oké, ti is. Na ja. Szinte gondoltam, hogy ez lesz. Pff. Jó, gyorsan elfutnak a katonáink. Jaj, bele az ellenségbe a hülyék. Erünk, hadvezérem! Na ja, timuridákat nyílt terepen, jaj, de lehetetlen elverni. És nem lehetetlen, de ennyi. Ajjajajajajaj. Bár ezek a lovagok itt még. Még amondóak, hogy harcolnak. Hát már nem. Na ja. Megöltünk 247-et. Hát ja, azok az elefántok, azok rohadt veszélyesek. Ah,
Hidas csata, az az jó. Lassan úgyis szétverjük Timuridákat. És csak két ágyúja van. Hát mondjuk az is veszélyes. Oké, legelőször egyből hátra rakom az egységeimet, mert ugyebár vannak izék, ágyuk, és hogyha előhagyom az egységeket, akkor nem támadnak, hanem elkezdenek lőni ránk, ami nem jó. Attól félek, hogy ezek a hülye milicisták el fognak menekülni, jó gyorsan. Jönnek is, vagy várni kell? Jönnek. A bakker. Azaz, bele az ellenségbe. Erre kíváncsi leszek. Milyen kitartóak lesznek a katonáink. A hadvezér közel van hozzájuk, szóval a morálra nem lesz gond szerintem, és remélem. Csak kitartás. Jaj, még csak most jönnek a nehéz kopjások. Miért nyomultok ennyire előre? Lőjétek a... Ó, most jön a testőrség. Most lesz baj. De... Miért nyomulnak ennyire hülyén előre ezek itt? Ja, a milicisták már futnak is. Rohadjatok meg. Látszik, megjött a hadvezére. Ettől féltem. Mikor bejön a hadvezér, akkor azt annyi volt. Támadás! Rohadjatok meg! Testőrség, támadj! Ti még értek valamit. Nem érdekel, lőjétek a sajátjainkat is, ha kell, de szedjétek le őket. Gyerünk, pikások, kitartás! Jó, az ellenséges sereg fele meghalt, az jó. Azaz, lőjetek. Ezek visszajöttek? Akkor jó, gyerünk ide. Hadvezér az jó helyen van. Nincs veszélyben.
Arra nagyon oda kell figyelni, a hadvezér meghal, vége. Ingadozóak ezek itt, wow. Még a csatába se kerültetek. Már be vagytok szarva. Gyerünk. Jó, mert a számszerű jászok mészárolják őket, basszus. Nem futunk el. Spanyolok vagytok, gyáva patkányok ezek szerint. Hé! Maradsz és harcolsz! Nehogy már most adjátok fel, basszus, mikor az ellenséges sereg 76%-a meghalt. Ezt most adjátok fel. Most hát. De ügyesek vagytok. Támadjátok a hadvezérét, a hadvezérét! Vágjuk le a kígyónak a fejét. És akkor még győzhetünk. Bár a hadvezérem is be van szarva. Ha már ő be van, akkor a sereg mit mondjon? Ne már, a picsába! Mi a francot csinálnak ezek a rohadt szar milicisták? A picsába veletek! Mi a franc? Hogy rohadnátok meg? Mi a rák? Vissza a rohadékok! Ne szopassatok, már itt vannak még százan, azt elfutunk. Én már 100 embert ne lehessen megölni még. Ti ott, hadvezérét, te, lőjed. Szedjétek le a hadvezérét. Naftadobókat nyírjuk ki. Számszeríjászok, lőjétek a hadvezérét. Nem értetek. Na, szép. Na végre! Wow. Ez most üt a morájukon egyet. Bár az ágyuk még mindig lőnek. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this disgrace. Oi. Our agenda ends us all. He flees battle while his soldiers still fight. Ez már hülye. The battle seems to be swinging. The general has been captured. Unless we defeat our foes quickly, his fate is in the hands of the enemy. Hát. Szedjétek le már. Our men have fought long. Azaz, futnak, futnak. Jó, két íjászuk.
Na jó, most már bombártosok vannak. Vissza akarnak vonulni. Ingadozó, wow. Nem baj, mert lőjük őket, nem probléma. Ti csak lőjetek. Közelebb mennék, vissza is vonulnának. Így legalább le tudjuk nyilazni őket. Wow! Ez nem sokon múlt, hogy győzünk vagy veszítünk. De rohadt jó volt, mert egy sereget elvertünk. De... hogy hal meg a hadvezér, ha menekülés közben kapták el? Mármint, értitek? Akkor valójában, hogyha nyertünk, akkor ugye már kaptam egy hadvezért, de... de ez nem így kellett volna legyen. Mert ugyebár az úgy működik... na mindegy. Szóval ugyebár elkapták menekülés közben, ha győzünk, akkor valójában csak egy fogoly... vagy valójában csak egy sebesült. Na mindegy. Ha vesztettünk volna, akkor nagy valószínűséggel kivégezte volna a hadvezéremet. Párizsban tudok képezni muskétást. Azok jók, hogyha jó helyen vannak. De annak örülök, hogy győztünk. Hú, basszus, nincs pénz. Wow. Ám bár, ez nem kell. Remek. Bár átépítem a helyeket, szóval lerombolom a lőteret és az istálót. Mert az amúgy is eltűnne, hogy átépíted. Okay.
Kaptam karakkokat. Testing the theory that one can head east by sailing west carried the risk of a remote, watery grave. Yet this act of courage has been rewarded with the discovery of a strange new land, perchance a whole new world. Who knows what riches await those with the courage to explore? Ja, irány az új világ. Oké, itt járvány lett, na akkor köszönjük szépen, sereg leszerelése. Ez hajók szintén. Ez még volt, ez még az régebben volt seregem. Eldezertáltak a mocskok. Oké. Nikóziát is át kell építeni. Plusz seregcsere. A francba. Oké. Ez még három kör, ember. Ennyi elég is. You should face trial for heresy. Your orders, noble one. Your orders, noble one. Your Majesty. There must be peace before we may fail. Your orders, noble one. Na jó, akkor azt hiszem, hogy körváltást, ti mit csináltok? Irány erre. Lengyelek. Azt hiszem még van 3 vagy 4 területe, vagy 5. Tudja a bánat. A pápai állam pedig Korvinuszban képzi a csapatokat. Ó, Timuridák. A tingemnek kéne egy hadvezér.
Hát kell képezzük a katonákat. Látom, jönnek a törökök. Ú, janicsárok! Ikóniumban megint ugyanaz. Egy kör lázadás, utána helyre is áll a közrend. Ez micsoda? Konstantin zablája? Wow. Mi a fene? Durva. A végén úgyis mi győzünk. Kell még két ezért milicista kartforgató. Yes, crossing for battle. With an attack, all the reports at once. Yes, years ago, this is where we shall. Remek. We tore them apart, my lord. Victory! No, I cannot go there. Who do I face? Bringing these lands under your gaze. Jó, vegyük el ezt itt. Novgorodban sem kell ez a sok katona már. Égyné. Timuridák képzik a katonákat, de hát ugye már ezek már nem tapasztalt katonák, így nem olyan veszélyesek. Kell még egy ágyú Gázában. Ha! Megtámad, lol. Ezek hülyék. Ilyen, ha tovább fejlődik, az jó. Még képzünk akkor két-három csapatot ide. Így né.
Tesszáliába építsünk hadikaszárnyát. Inkább legyen királyi tiszti akadémia, azt tudunk képezni csendőröket. Jó, így két kör alatt meg lesz és megyünk a Korinthosz ellen. Jó, kell a Tiszti Akadémia Korinthosz és Konstantinápolyba. Jó, azt hiszem, hogy erre a seregre sincs már szükségem. Utálom a lázadókat. Hello. Yes? Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Laying siege. Is it time to take the walls, my lord? Yes. Hát építem várra. Hát ha nem építem át, nagy valószínűséggel rohadt gyorsan fellázad. Where we shall meet the enemy. March. March! We march no further today, Lord. Vegyük el Kievet. My Lord. Miért ne? Victory! We have crushed them! This Tirnovo is átfejlődött. Algériában nem építkeztem. Vajon miért? Oké. Your orders, noble one. Your orders, noble one. Yes, we shall continue at first light. Orders. Irány előre. Move out. Na várjunk a... Ja igen, papok, kémek, mindenki ide. Remek. Na ne szívas! Aleppóból át kell küldjek pár csapatot. Köcsök törökök elkezdnek itt nekem támadni. Hülyék ezek. Talán Aleppóból egy sereggel meg is én induljunk ellenük. Oh! Így is jó. Ezzel a sereggel erre jövök. Wow, rengeteg hely átfejlődik. És ha jól vettem észre, pár helyen lázadás van.
Azt hiszem, hogy átépítettem pár várat is azért. A gazdaságom pedig megint helyreállt. Ja, ezzel a sereggel arra. Plusz innen át ide. Képzünk még egy lovagot. Le akarom támadni a timuridákat úgy keményen. Aha. Megvagy. Jó van. Ezért már Karib-szigeteken már is van egy eret nekünk. Ó, itt hagytam az egész papomat. Remek. Vissza kell menjek papokért. Hát kell hozzak párat izébe. Na, pont oda. Azt hiszem csak hadvezér nélkül megyek. Vegyük el ezt itt. Kaffát. A lengyelek elég elterjeszkedtek. Ugyebár egész ide, Bulgárig. Ez durva. Csodálkozom, hogy nem az oroszok vették el azokat a területeket. Általában az oroszok a játékban nem igazán terjeszkednek. Hülyék hozzá. Dublin tovább fejlődik, az jó. Teljes lemezvért, az milyen egységnek jár? Az izéknek, nem? A... nektek.
Igen. Ezért kapják a teljes lemezvértet. A nyergeletlen lovagrendi lovag és a lovagrendi lovag, á. Az jó. Vissza a tornba. Irány Jászvásárba. Az izék elmennek. Ó, az izék is visszavonultak. Törökök, minden önnen. Mert gyávák. Jó. Kell egy zsoldos. És egy papot ide. Remek. És irány erre. Vegyük el kafát. Igen, lázadók. Utálom őket. Pestnél is vannak. Csitki Acsab elvert minket. Vagy Jakab. De miért? Miért kell lázadni, magyar? Jéééé, győztünk, lol. Na de azt hiszem, hogy zárom a videót, srácok. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!